mai megye a tananát bővített ülés volt, amikor meghívtuk az összes kollégánkat, a városi önkormányzatról, tanácsosokat, az alpolgármester urat. Eldöntöttük azt, hogy abban az esetben, hogyha holnap mégis megszervezzük a mozgópiacot a főtéren, a templomon mellett, akkor a városi frakció, illetve a városi PDL frakció között az együttműködést felfüggesztetnek tekintjük, a frakció pedig úgy szavaz, ahogy a frakció eldöntötte, és semmilyen kötelezettsége nincsen koalíciós egyességet betartani városi szinten. És a megyei tanácsban is ugyanez érvényes? Nem, a megyei tanácsban nem, mert a megyei tanácsban a PDL-vel az együttműködés mondhatom, hogy eddig elfogadható volt. Lásd, hogy a szakkönyvben Pálint Isé megyei elnök és a kollégák segítettek. Milyen kihatása van ennek a képviselőházi frakcióra? Abban az esetben, hogyha nem értik meg, hogy igenis, Kolozs megyei elnökként nem tudom elfogadni azt, hogy helyi szinten, városi szinten nincsen együttműködés. Én meg más minden meg kell szavazni a Bukarestben a pedig, ezt nem tudom elfogadni, és több mint valószínű, hogy a három kollégával együtt nem fogunk szavazni meg minden törvényt, amit a kormány megkér, vagy a koalíció megkér. Konkrétan mit sérelmez az RMDS a piac felállításával kapcsolatban? Nem volt kikérdezve a piac megszervezésénél se az alpolgármester, se az önkormányzati kollégák, se a megyei szervezet. Abban az esetben, hogyha nem érti meg a polgármester, hogy egy együttműködés azon látszik, hogy kikérdez a kollégának a véleményét, akinek netán a szavazatára számít a kétharmados többségnél, természetesen nem tudunk együttműködni velük. Az alpolgármester tevékenysége egyről annyi fog változni, hogy megkértem László Attilát, hogy legyen figyelmesebb abban, hogy mi történik a városban, és a hétfői úgymond vezetőségi üléseken igenis már előre tudja, hogy milyen napirendek szerepelnek, és kérje meg a polgármester urat, hogy igenis tájékoztassa arról, hogy mi történik a városi szinten, és mi a heti tendő, ugyanis éppen ebben a botrányos piacügyben sem volt konzultáció vele. Ha nem történik meg a piac a parkolón, és nem lesz holnap, akkor természetesen olyan gyűlésen megszabjuk azokat a pontokat, amelyeket nagyon hamar tárgyalni kell a PDL-ével, és folytatott az együttműködés. Ez volt az utolsó csepp a pohárban. Eddig még mi zavarta a megyei RMDS-t? Én abszolút egy türelmes embernek tartom magamat, de nem tudom eltűnni azt, amikor a megyei szervezettel elnézést, hogy ezt a szót használom, packázik a koalíciós partner. Elindulva a koalíciós botrányoktól, ugye valami helyi szinten történnek, és a Jorga tábla ugye a Mátyás szobor előtt, a úgymond piac ugye, ne feledjük el, hogy egyeztetés nem mindig történik az önkormányzatnál olyan szinten, hogy ez kielégítő legyen az RMDS-nek. Ezek azok a lépések, amelyeket nem tudunk elfogadni a koalíciós partner részéről. Emiatt nagyon sajnálom, hogy ide jutottunk, de egy együttműködés akkor van, hogyha mind a két fél tényleg őszintén dolgozik egymással. Még befolyásolta önöket, befolyásolták a sörfesztiválok és akár a Mátyás szobor videó? De amikor az Ursus fesztivál volt, a templom körüli részt közvécének használták, pedig a megyei RMDS írásban kérte meg a polgármester urat, hogy figyelemmel kövesse ezt az eseményt, biztosítsa ennek az egész tevékenységnek, az egész rendezvénynek a lefolyását. Azért tettük meg írásban, hogy bizonyítunk legyen, hogy nem csak mondjuk a sajton keresztül, hanem írásban is kérjük. Erre természetesen kértük, de nem figyeltek oda. És a Mátyás szoborra sem ügyeltek úgy, ahogy kellett volna ezeken a rendezvényeken? Több ízben kellett felhívjam, vagy én, vagy más kolléga a helyi rendőrséget, hogy igenis figyeljenek oda, mert fölmásznak a szoborra, ott tették a fagyi fesztiválon és a szoborral a fagyit, és azért a Mátyás szobor az a mindegyikünké, nem csak az övéké, nem csak a miénk, és egy olyan műemlék, amelyik Kolozsvár szimbólum. Amennyiben holnap megvalósul ez a piac, létrehozzák ezt a piacot a főtéren a templom mellett, felbontottnak tekintjük a helyi koalíciót, és ezután az RMDS frakció egy előzetes egyeztetés alapján a saját belátása szerint szavaz, tehát semmilyen koalíciós megállapodás az RMDS frakciót nem köti. Átnézzük a napirendi pontokat, és kialakítunk egy egységes véleményt minden napirendi pontnál, annélkül, hogy a Demokrata Liberális Párttal egyeztetnénk, sőt arról is határozat született, hogy frakcióvezetőként ne vegyek részt a tanácsi ülést megelőző egyeztető ülésen. Valószínűleg, hogy ellenségesen fognak viszonyulni, vagy farizeus módon értetlenségüket fogják kifejezni, hogy miért hoztuk ezt a döntést. Természetesen
Azért azt is tudni kell, hogy a 27 tanácsosból 16 demokrata liberális, de azért vannak kétharmados döntések, ahol bizony akadályokba ütközhetnek.